Hogyha ennyire tisztán látja, ugye, meg ennyire azért belelátó a politikába, elárulja, hogy kire fog szavazni? Hát én azt tudom elmondani, hogy milyen logika mentén alakítom ki az álláspontom. Én azt gondolom, hogy nem kell a Fidesznek túl nagy hatalmat adni, ezért aztán rájuk nem szavazok, a Jobbikra eszem ágába sem jutna. A kispártok esetében meg azt gondolom, hogy elveszítem azt a szavazatomat, amit pedig egyébként egy meghatározott céllal, ugye annak érdekében adok, hogy ne legyen egy pártnak kétharmada. Nincs Fidesz-fóbiám egyébként, csak nem akarom kipróbálni, hogy mit csinálnának ezzel a szavazattal. Ezért arra a pártra szavazok, amelyik esélyes ezt megakadályozni. Ez a szocialista párt akkor. És egyébként pedig be fog jutni a parlamentbe. Igen, de ez nem annak szól, hogy mennyire jól kormányoztak, vagy mennyire jó kampányt csináltak, hanem a többieknek szól.